Üdvözlök mindenkit, én Szajuk, ezt mi láthatjátok, a King of the Road nevezetű játék, folytatjuk szépen tovább a játékot. És rátérünk a szuperkargókra. Már most már megvan a Stormunk, megvan gyakorlatilag mindenünk, úgyhogy most már kezdődhet is a hajkurászás a szuperkargók irányába. Vagy legalábbis szuperkargók után. Na, elméletileg kell lennie valahol itten, ezen a szakaszon, balra majd elrejtve kargónak lennie, szuperkargónak lennie. És hogyha már ezen a szakaszon vagyunk, akkor ugye miért is ne? És bízok benne, hogy meg is találom. Meg bízok benne, hogy a játék ide is le is dobta azt a szuperkargót. Mert hogyha nem, hát akkor egy kicsit mérges leszek. Na, akkor elvileg most itt balra. Szépen itt ide. Aha, ott van. Ott van, ott van, ott van. De szépen begyűvünk. Videókamera Windcliffbe 57 ezer ér. Ohohohohohoho. Nagyon. És ilyenkor amúgy az történik, hogy eltűnik innen. Így jelezvén, hogy igen, ezt fölvettük. Na, akkor. Végül is itt végigjöhetek. Úgyhogy úgy lesz szerintem, hogy elmegyünk Sandy Ranchbe, utána a North Harborba. Igaz, hogy ott a híd az össze van omolva, de majd mutatom a trükköt. Hogy az összeomlott hídnál. Ó, itt is van egy izé. Egy specifikus kargó számunkra, de mindegy. De az nem fizeti el jól, mint ez. Egy-egy. Irány Windcliff. Nagyon lassan és óvatosan. És videókamerákat visszünk, ugye? Azokat. Úgyhogy azokkal meg vigyázni, mert törékenyek, úgyhogy nagyon lassan, nagyon óvatosan fogjuk csinálgatni a dolgokat. És majd el kéne mennem benzinkútra is. De az pont jó, hogy North Harbor, Sandy Ranch és North Harbor között van az a benzinkút. Akkor majd oda benézünk. Na, aggódjatok, én se látok ám többet. Én itt csak emlékből vezetek. És igen, még mindig csúszik a Storm, úgyhogy óvatosan, lassan. Az egész életébe csúszni fog. Úgyhogy itt... Végül is önmagamat szivatom egy picit, igen. Így legalább izgalmas lesz, igen, úgyhogy... Mikor csúszik ki Szovi? Amúgy nehogy nekem elkezdjetek az ívós játékot játszani, hogy hogy ahányszor Szovi kicsúszik, annyiszor egy feles. Ne csináljátok, jó? Meg ne próbáljátok. Azt már észrejöttek. Mondjuk jó kis ívós játék lehetne ez, de ne csináljátok, jó? Vagy bármilyen játék. Amikor csúszik, igen. Amikor csúszik, kiszovizik. Akkor valaminek történnie kell. Nem tudom. Csúvi. Amikor csúszik, igen, amikor csúszik, kiszovizik. Az szép volt. Jó kis mondat volt ez. Ez lesz a videó címe. Dehogy is. Csak az kéne. Azt aki tudja, lehet, hogy tényleg ezt adtam neki. Ja. Na, de legalább Sandy Ranchben már ide elértünk. Nagyon jó. Ó, és esik az eső. Nagy... Ennek van legalább egy előnye, hogy... A port nem kavarom föl, úgyhogy látok. Hátránya, hogy most még jobban csúszizunk. Csusszanunk. Csúszatásokat végzünk. Na. Bár érdekes, most nem csúszunk. Mi van, a földúton nem csúszunk? Ott sár van, és ott megfogja azért a szekeret. Az lesz a poén, hogyha kiderül, hogy ez egy offroados kereken van. Nem, ugyanúgy csúszunk. Ugyanúgy csúszunk, mint eddig, jó van. Mondhatni, kicsit megnyugodtam, igen, hogy még mindig csúszunk.
mondhatni. No, de akkor itt a üzemanyagkutat megcélozzuk majd. Feltöltjük magunkat. Jó, kicsit kiengedem. Úgy, és akkor így. Jó, és akkor itt most megint csalok egy picit. Levágom itt az útszakaszt. Mert elvileg ezzel itt senkit nem zavarok. Jó. Fék. Hú, de csavarja itt a fát itt előttem, azt nézed. Nagyon durva. Na, akkor 2000 euróért teletöltjük magunkat. Azt a majdnem 1000 litert. Nagyon durván. Na. Szóval ugye a terv a következő. Aki még esetleg nem ismerné a tervet. De szerintem azért, aki már jutott idáig a sorozatban, az ismerheti a tervet. De akinek mondjuk ez az első videója tőlem, annak így... Hello, szia! Csuszi, Szovi vagyok. Szovi vagyok. Ez pedig ugye a King of the Road nevezetű játék. Euro Truck Simulator 2 2000-es évekből. Jobbat nem tudok mondani. És a tervünk a következő. Figyeld a tervet! Eddig ugye ilyen speckó kargókat csináltunk, meg szedegettük össze a pénzt, hogy meglegyen a legjobb kamionunk. Hát, meglett a legjobb kamionunk. Ezzel tudjuk a legtöbb árut elvinni, meg ez a legerősebb. Cserébe ez csúszik a legjobban. De, most vannak ezek a szuperkargók. Azokról azt kell tudni, hogy iszonyatosan sokat fizetnek. Mint láthatod, a videó elején volt ez, hogy felvettük ezt a kis szuperkargót, és 57 ezer eurót ad ezért. A kis történetért, és röpke igazából mennyi idő alatt? Szerintem egy olyan 20 perc alatt fogunk keresni 57 ezer eurót, ami nem rossz arány, akár úgy is nézzük. És körülbelül ilyen e-környéki számokra kell majd számítani a következő részekben. És az tök jó lesz. És a cél most jelen pillanatban az 1 milliós cash, amiből már van 310 ezer euró van, úgyhogy már csak egy röpke 700 ezer kell, és akkor meg lesz az 1 milliós álomhatárom. Azt a challenge-et akkor azt már meg is szedtük magunknak, be is fogjuk húzni. És utána pedig ugye a cél az, hogy ittene 25 darab kollégám legyen. Pontosan. És megvan a 25 kollega, azzal együtt párhuzamosan meg lesz itt az 51% ott a Share of Marketnél. Jelenleg 14%-on állunk. Azt gondolnád, hogy akkor az nincs annyira messze? Hát, szó-szó. 10 rész alatt igazából bejutottunk 14%-ig. Jó, mondjuk a vége felé azért már fel fog pörögni. Amikor már csak azzal kell foglalkoznom. Ugye egész eddig azzal foglalkoztam, hogy pénzt gyűjtöttem. Jaj. Jó, de azért nyomok egy F8-at, mert itt az F8 a gyors töltés. És szerintem átjövök a másik sávba. Hát pont elszúrtam, mert nem ebbe a sávba kellett volna átjönni. Igen, tehát az a lényeg, hogyha... Ha építik a hidat, akkor csak az egyik sáv az, ami el van romolva. És nézd meg, van, aki át tud ugratni rajta. Hát én itt ebből a szögből biztosan nem fog tudni átugratni rajta. Úgyhogy én most szépen így visszatolatok. Egyenesbe rakjuk, mert elcsúszott a hátulja. Nem is kell igazából tolatnom. Jó.
próbáljuk meg így arra fele kitenni. Oké. Okay. Jó, irány előre. Ejj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 
Most így előre. Úgy, azaz, na. A 700 lóerő, az 700 lóerő. Na mi van itt? Haladjunk, uraim. Hát a hídnek ez a része az pöpec. Azzal hiba nincs, az hibátlan. Ah, pont nem látni a izét, a szuperkargót itt jobbra. Itt a tengerparton. Sajnos. De az lesz az a szuperkargó, amit valószínűleg nem fog tudni felszedni. Nem baj. Na, srácok. Tűnjetek előlem. Nem tudom, te mit szállítasz, de... ha már itt töketlenkedsz, akkor inkább húz az útból. Jó. Próbálok itt trükközni, hogy mi merre hány méterig. Kíváncsi vagyok, hogy... mikor, hogyan reagál a szekerünk. Milyen trükköket tudok bevetni esetlegesen. Kanyarodás és gyorsulás és egyéb témában. Így. Oké. Ott is van amúgy jobbra egy szuperkargó, ott volt, de már nem látszódik. Azt is majd össze kell szedni valamikor. Fék. Oké, és júj, egy kicsit túlvállaltam. Na, semmi gond. Meg ugye az a lényeg, hogy ezt úgy kell vezetni ezt a kocsit, hogy így pöccögetni kell mind a gázpedált, mind az adott kanyart is. És akkor jó lesz. Akkor úgymond probléma nem eshet. Kivéve az eső, mert az eshet. Hát de vicces volt, nem. Volt vicces. Na mindegy. Valószínűleg ezen az útszakaszon már csak egyszer fogunk jönni, amikor jövök a szuperkargóért. Azon kívül szerintem így ezt szerintem, ja, nagyjából talán ezt utoljára láthatjuk így ebből a szempontból. Úgyhogy jól nézzétek meg. Mert ide már csak egyszer fogunk visszagyűnni. Erre a szakaszra. Ne. Bene, gyere, ott maradj. Ki ne találjátok, hogy belső sávba jöttök. Ami tök érdekesség, hogy itt az északi útszakaszon, itt nincsenek gengszterek. Tök fura, nem? Itt éjszakon valahogy nem érdekeltek. A mapnak a többi részén, ugye a térképnek a többi részén azért úgy vannak. Uhuhu, déjà vu! Tényleg! Déjà vu! Azt a zenét kéne bevágni ez alá. Mióta Windcliff ezek? Windcliffbe megyünk, tehát mióta stormozok, azóta be kellene vágni a ízét, a déjà vu-t. Főleg ilyenkor, amikor így kicsapatom. No, ennyit az esőről. Most már csak szél lesz. Masszívan. Most azt nem tudom, hogy leelőztem. Jó, leelőztem, akkor jöhetek át ide. Déjà vu. Oké, okay, megvan, megfogtam. 3% damage? Mitől? Minek ment neki? Nem történt semmi. Vagy lehet, oda csaptam így most a falnak így jobb oldalt. Nincs kizárva. Na csak akkor nem hallottam. Na mindegy. Déjà vu! Ott nézd meg a hátulját. Déjà vu. Na jó, abba hagyom. Szóval, Windcliffbe megyünk felfelé. Az egyik kollega az éppen jön visszafelé, iszút felé, úgyhogy félúton találkozunk. És mi mindig nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy a Stormnak a jobb fele az hosszú, az nagy.
Nem tudom, hogy hol van a jobb felem. De majd hozzászokom. Egy röpke 10 rész is hozzá... röpke 10 rész is hozzá fogok szokni. Ez a gondolatmenethez. Hogy a jobb felem az kicsit nagy. Kicsit tovább lóg, mint azt gondolom, mint azt úgy érzékelem. Na, itt teszünk egy jobbos, mert Windcliff az erre van, de nem ekkora jobbosra gondoltam! Hű, deja vu. Ja, szépen lassan, óvatosan. Már egy is van 3%-os minuszunk. Na, mondjuk nem sok. De hát azért na, 57 ezer euróról van szó. Na, hát azért jó lenne 100%-osra húzni a dolgokat. Na, az vajon melyik kollega lesz? Tényleg az a kamazos. Vagy a daffos? Hát nem, azt szerintem ez Joshua volt. Na jó, zűd, nagyon jó. Pont időbe érkeztünk. Jó lenne, hogyha felváltana hatosba. Vagy nekem kell felváltani hatosba? Ja nem. Azt hiszem, akkor ki kéne kapcsolni az autómata. Mert akkor úgy kellett aztán volna elindítani a játékot, hogy az autómata sebességváltás, ezt ki kellett volna benne kapcsolni. Nem, nem, ne csúszszá. Nincs csúszás. Csúszásgátlás van. Azon gondolkodok, hogyha most Windcliffbe leadtuk a cuccost, ezt a cuccost, akkor lehet, hogy most fognom kéne magamat, és át kéne mennem Greystone felé, a sivatagba. És ott összeszedni a következő szuperkargót, ha már így alakult. Hogy itt vagyok Windcliffbe, mert itt Windcliff környékén, bár mondjuk nem, mert itt van a templom. Most lehet, hogy meg kell nézni itt a templomnál, hogy megtalálom-e. A szuperkargót. És jó lenne mondjuk megtalálni. Ha mondjuk oda bemenni is egy nem éppen egy jó dolog. Egy kicsit kellemetlen oda bejutni, de... Hát, jó, meglátjuk. Lerakjuk Windcliffbe, aztán utána meglátom. Mert majd itt balra lesz a templom, és elvileg a templom mögött van a szuperkargó. Te mit sebződsz már? Hát mondjuk, hogy hozzá se értés semmihez, maradjál már. Jó, biztos, hogy odavertem most azért a hátulját a falnak. Csak nem tudom, hogy fizikailag ez így hogy lehetséges, amikor jobbra húzom a kormányt, akkor elvileg a seggemnek így ki kéne pördülni a balra. Elvileg. Aztán lehet, hogy én vagyok rossz fizikában, ami mondjuk nincs kizárva. Mert ezek talán tények. Nem vagyok egy jó fizikus. Na nézzük. Ott van. Mindjárt a templom. Itt a kanyar után lesz. Ott van. Na és elvileg mögötte van egy szuperkargó. Hát majd megnézzük. De ha nem találom, akkor meg szívás lesz. Mert akkor meg fognom kell magamat és el kell mennem akkor Greystone felé. Hogyha szuperkargót akarok. Vagy rámegyek a River Valley fölötti szuperkargóra. Hát majd megnézzük mindjárt. Windcliffbe leadom, megnézzük a templom mögötti helyet. Egyetem be tudok ide menni, bár majd nem vagyok benne annyira biztos, hogy ügyesen be tudnék oda menni, de majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy mi merre. Hogy jön ki a lépés. Igen, itt vagyunk Windcliffnél. És akkor itt balra betesszük magunkat mostané. Jó. Elvileg a tábla megmaradt. Jó, és akkor le van adva. 57 ezer bónusz. Na és már majdnem 400 ezer
eurónk van, hát 93%. 57.300-ot kaptunk, jó az. Most nem érdekel a piros lámpa. Itt van David, igen. És így nagyjából most így ennyi. Na akkor menjünk, nézzük meg ott a templom mögött. Ott van-e a cuccos. És miért nem? Mert szerint ez a rendőr ez letolta, hogy által mentem a pirosan. Elvileg itt. Márja, állj meg. Én bármi őrséget csinálok, F8. Először lent megnézzük. Aztán majd... Hát itt lent nem látok sehol. Szóval lenne fölmenni. Nyerünk. Menni fog. Ide a templom mögé. Remélem, hogy nem hiába. Ó, basszus. Gyerünk! Most nem mondott, hogy beakadtam. Pedig nagyon úgy néz ki. Jó, semmi gond. Jó, jobbra! Jó, nagyon jó! Úgy, pont ezt akartam. Ez az. Ezen a részen nem jutunk ott föl. Gyerünk, menni fog. Ne! Leszakadt rólam! Jó, nem baj. Megnézem, hogy ott fönn van-e. Fölöslegesen nem akarok szenvedni. Hát én itt nem nagyon látom, hogy itt lenne. Ja, hát nincs itt. Hát akkor ez F9-ért üvölt. Na, akkor ide fölösleges lemennem. Jó, megfördülünk. Nem érdekes. Most megvárod szépen, amíg eltakarodok innen. Így, né? Csá! Jó, hát akkor nincs más hátra, mint Greystone. Felé irány a sivatag, és akkor sivatagban keresünk valami szuperkargót. És akkor az itt tök jó lesz. És hogyha még lesz rá időnk, akkor lehet, hogy még egyet elvállalunk ezen kívül majd. Mert most ahogy néztem, hogy ezt most negyed óra 20 perc alatt az ügy leszállítottuk. Juhuuuj! De csúszik! Tehát 4:20 ügy leszállítottuk. És nem tudom, hogy mennyi időbe fog nekem telni, míg eljutok a sivatagig. Na mondjuk azt, hogy igyekszem. De azért törni nem fogom magamat. Tehát... próbálok lassan óvatosan haladni. Meg ugye ezen az utcakaszon már jártunk, csak ugye föntről jöttünk lefelé. Most akkor kivételes alkalmak egyik, amikor igazából lentről jövünk fölfelé. És majd látni fogjátok való, hogy lőni fog-e helikopter vagy sem, indokolatlanul. Úgyhogy semmit nem csináltam.
Most egy kicsit úgy vagy fel, hogy remélem, hogy lőni fog. Hogy megmutassam nektek, igen, hogy nagy szemét láda az a helikopter. Ja, meg van egy tábla, tényleg azt nem is mutattam nektek. Hogy van egy tábla, ami így mutatja, hogy arra úgy ne nagyon mennyi. Csak ugye mi a másik irányból jöttünk. És azt úgy... Már max visszapillantóból lehetett volna látni annak idején, de nem nagyon mutattam. Mindegy. Hát, hogy ez az útszakasz se igazából egy vészes dolog. Csak tényleg így a helikopter miatt mondom azt, hogy az én a. Hogyha az nem lenne, akkor simán vállalnék ilyen Windcliff Greystone-os dolgokat. Bár ugye tény és való, hogy azért nem éppen egy kifizetődő dolog. Tehát, hogy valószínűleg nem tudnék nyerni. Kéve, hogyha valami gyors autóval lennék. Tehát abból licencet nem kapnék, az biztos. Jaj, de csúszik. Nem baj. Nem baj, odafigyelünk és jó lesz. Úgyse tudok gyorsabban menni, mert hegynek fölfele megyek. Úgyhogy ez egy olyan dolog. Lassíts. Jó. Majd megnézzük a... CB rádióval. Hát, hogyha tudok velük beszélni, hogy hagyja már abba a hülyeséget. Na, ott a tábla. Tehát... No entry, fire for effect. No entry. Ne lépjél be. De hát érted, akkor így fölmerül a kérdés, hogy akkor... Hogy jutnék el Greystone-ba, hogyha nem ismerném a bányarendszert, hogy létezik. Na, már lövöldözik. Mocsok. És nézd, meg nem tudok vele beszélni. Hát jó. Akkor megyünk, ameddig megyünk. Talán le tudom rázni. Meg csak Stormmal vagyok. Csak most az a gond, hogy elvesztettem a... Jó, gyere. Jó, megvan. Aha. Nem baj, 9-11. Jó, itt volt egy töltés. Nem baj, semmi gond. Jó, megint 9-11. Játszhatjuk ám ezt egy darabig. Egyszer csak megunja. Szerencsére most nekem van pénzem, úgyhogy ezt meg tudom így oldani. Hogy amikor robban egyet, akkor egyből megjavítatom. Na, húzzá vissza a helyedre. Hogy jó, hát akkor ezt túléltük. 15 000 dolláromba fájt. De átjutottunk. Jó, még egy töltés. Na, és akkor megjöttünk a... sivatagba. Na, és akkor most jön az a része, hogy na, akkor most... basszus. Igen, most jön az a része, amikor nem látok. Most jön az a része, hogy... kaparjuk akkor össze a gesztenyét magunknak. Próbáljunk megtalálni szuperkargókat. Legalábbis most jelen pillanatban csak egyet találjunk meg.
Mondjuk egyet ugye tutira tudunk, hogy hol van. De azért nyitott szemmel, füllel azért járjunk. Mert elvileg nekem most van cargo szkennerem. Mi azért jó, hogyha közelben van szuper cargo, akkor elkezd sipolni a rendszer. Jó. Úgy tűnik, hogy itt nincs. Mert nem sipol semmi. Vagy lehet, hogy az radar szkenner kéne? Nem, elvileg cargo szkenner kell. Amúgy van egy-kettő, ami nagyon el van dugva. Tehát annyira, hogy így a hegyek között kell menni, és nem mindegy a bejárat, följárat. Úgyhogy most próbálok először olyanokat keresni, igen. A járatokat. Például... itt balra megnézzük, hogy... tudom, hogy van egy tó, úgyhogy csak óvatosan. Igen. Szerintem ott befelé úgy nincsen semmi. Ja, ott benn nincs. Legalábbis remélem. Jó. Semmi gond. Meg vagyunk. Oké. Általa csusszantunk. Most így külső kamerával nézzük itt a dolgokat, mert akkor jobban észre lehet venni a kargót. A szuper kargót. Odaben sincs. Ja. Ezért már nem kell. Nálvileg ott szemben van egy. De azt most egyelőre nem akarnám fölvenni. Mert arra ugye fixre tudom, hogy ott van. Na most elvileg... ha én így errefele eljövök, akkor itt is kellene lennie valahol. Ugye elnézünk így erre. És itt kell majd valahol... felmászni a hegyre. Azt lehet, hogy kicsit odébb van, jobbra. Elnézünk oda, arra felé. Ide fele. Hogy vajon itten van-e valahol kargó, szuper kargó, bármilyen kargó. Ha? Nem, a verseny az most nem érdekel. Úgy tűnik, hogy itt nem, úgyhogy akkor tolathatunk kifelé. Habár, várj egy picit. Hát, hogy itt át tudnék zimmel zoomolni. Azért F8-ot nyomok. Egy gyors mentést. Hát ez lehet az egyik leghülyébb ötletem volt. Jó, ide benn nincs. Úgyhogy ide kár volt begyűnni, akkor F9-re visszatöltjük. Azt az állást. Na igen, ez a kargóknak a... hogy is mondjam, igen, a vadászata. Nem éppen egy egyszerű mutatvány. No.
Akkor legalább megtudtuk, hogy igen, itt nincs. Vagy jelen pillanatban nincs. Azért az se egy utolsó szempont, igen, hogy... hogy vajon időhöz kötött-e. Gyere csak ide-vissza hozzam. Emlékeim szerint, hogy itt valahol, itt jobbra... kell bemenni. Hogy így... oda. Jó. Megfordulunk, jó? Na tuti szerintem elmentem itt a... itt a baloldali hegyet így nézzük. Mert valahol itt a hegyen be lehet menni. Nem itt. Valószínűleg nem is itt. De valahol itt be lehet jutni a hegynek a belsejébe. Van egy ilyen kis feljáró, ami igazából nem teljesen feljáró, csak így neki lehet lódulni. És hogyha azon átjutottál, akkor igazából megérkezel a kargóhoz. Én meg össze-vissza borul. Gyere szépen vissza. Köszi. Ja. Itt így érdekes lesz így vadászni ezeket, hogy közben mindig figyelem kéne a hátcsomra is. Na, valami ilyesmi, igen. Valami ilyesmiről van szó. Valami ilyesmiről itt van szó. Na, vajon a szuperkargó itt van? Hát jelen állás szerint... nincs. És ez pedig... idehoz át, igen. Ez pedig... idehoz a tóhoz. Aha. Hát akkor itt most nincs szuperkargó. Pedig itt is kéne lennie. Ez így nem lesz jó. Ez így nagyon nem lesz jó. Ó, hogy az a mocskos... jó, nem baj. Semmi probléma nincsen, van egy F9-em. Igaz, hogy egy kicsivel... ja, akkor jó, oké. Ja, pont erre gondoltam, igen, hogy ez az a cucc, ahova én akarok jönni. Jó. Akkor... azok a pontok, ahol itt lenne... speckó szuperkargó... azok most jelenleg itt nincsen... azok jelenleg most nincsenek. De semmi gond. Mert egyről tuti biztos, hogy tudjuk, hogy itt van. És van még egy, azt azért mi megnézzük, jó? Hogyha az sincs itt még, tehát nem dobta be, akkor valószínűleg még nem dobta be a játék. Azzal sincsen semmi probléma. Mert mondom, ott van az egyik szuperkargó, innen lehet látni. De azt csak akkor akarom fölvenni, hogyha tuti nem találunk egy másikat. Mert tehát ennyire nyilvánvalót azért nem akarok itt fölvenni, na. De a másikat azt itt találjuk meg. Nem erre. Nem erre. És ez megint felborul. Jó, rajtam van, oké.
Helyes. Ebbe fogom úgy elmenni az üzemanyagom, de semmi gond. No, szóval. És tettel. Itt azért nézegessünk alaposan dolgokat, azért nyomok egy F8-at. Aha, ide bent nincs. Akkor pördülünk egyet. Megyünk az útszakaszon tovább. Nem tudom, mennyire izgalmas ez számotokra, de azért igen, tehát kicsit az izgalmas. Tehát próbálom azokat a helyeket mutogatni, ahol lehet szuperkargó. Ahova ugye bedobhatja a rendszer. Legalábbis az általam ismerteket. Jó, és akkor itt átmegyünk, által csusszanunk. És akkor itt valahol itt jobbra. Nem, akkor kicsit tovább megyünk. Most remélem, hogy itt nem fogunk beleesni a vízbe. Mert az nem lenne szabályos. Jó, maradj rajtam, köszi. Ah, ott van az egyik szuperkargó, nagyon jó. Ez fixen ott van. Illetve... még benézünk ide a domb mögé. A francokat! Hol vagy? Szakadjál már le rólam egyfolytába. Na most hol van? Most beleesett a vízbe. Jó, nagyon helyes. De gyere már! Köszönöm. Na, már összesz nyomogatok már mindent én is. Na, még ide benézünk. Ide mögé. De ahogy néha látom. Ahogy látom, itt most nincs. Jó. Akkor... irány a kargó. A szuper kargó. Akkor kettő van itt, jó. A sivatagba. A többi az még egyelőre nem töltődött be akkor. Ez a szuper kargó is amúgy olyan, hogy felveszed az egyiket, akkor megjelenik egy adott ponton egy másik. Ez is fix. Ha jól emlékszem, akkor ebből is 10 van alapjáraton letéve. Tehát elvileg mindig 10-nek lent kell lennie. Jó, és akkor... hát ezt úgy tudjuk felvenni, hogy... hát nem így! Hogy folyamatosan lejössz rólam. Gyere! Így kellene. Csak egy kis nagyobb lendülettel kéne. Na, gyerünk. Na, ne szívassál már meg. Nem a hova dobott. Igen. Aha. Jó, akkor nagyobb lendületet veszünk. És akkor jó lesz. Csak nagyobb lendület kell, igen. Csak a lendület. Szépen neki futunk. Nem baj, hogyha túl röpülünk rajta, végülis csak az a lényeg, hogy legyünk ott. Sírni fogok.
És a kamerát is próbálom pörgetni, forgatni. Na, próbálj meg. Köszönöm. Megy ez. Nézzük, hol van? Ott van fönt. Jó. Akkor ide F8, és akkor hajrá! Lendülettel, erőbedobással. Akkor F9. Akkor ezen a szakaszon így nem megyünk föl, jó. Ezt akkor így fölfogtam. Jó. Akkor a szélén próbálunk neki menni. És nem, tuti, hogy itt kell felmenni, mert én itt már mentem föl. Ne aggódjatok, tudom, mit csinálok. Csak lendület kell. Aj, ott volt. Csak meg kellett volna nyomnom a izét, a pluszt. Jó, akkor így fogjuk fölvenni. Nekilódulunk. És amikor látom, akkor plusz. Jó lesz ez, menni fog. Akkor is felszedjük. Megküzdünk azért a kargóért, nem érdekel. Főleg, hogy veszútba kell elvinni, azt láttam. Hogy rohadjál meg? Nem jött össze. Aj, pedig annyira jó lenne. Fel akarom szedni, nem érdekel, hány percbe fog telni. Akkor is sikerülni fog, ne aggódjatok. Menni fog ez. Bocsi a bénázásért, meg minden, de akkor is fel akarok odaérte jutni. Tudom, a másik könnyebb lenne, meg így úgy amúgy, szóval menjém át a másikra. Nem. Megvan! Jó, megvan valami vitamin, Z-vitamin. Westwoodba 38 ezerért, nagyon jó. Oké, meg is van. Jó, 10% mínusz. Na, hova dobott ki minket? Ó, nagyon jó helyre dobott ki. Nagyon jó. Zsír, megvan az áru. Meg is csak, ja, mondtam én, hogy ott tovább lehet röpülni. És meg is lett. Tovább is röpültünk. Úgyhogy, irány Westwood. És az pont jó, mert Westwoodnál is ott van, mert Westwood is Mercury között. Az a szakasz. Ominek segítségével még egy csomó szuperkargót majd össze tudunk szedni a következő részben. De ebben a részben most már csak ezzel fog foglalkozni, hogy ezt leszállítsuk. Jó? Pázd meg, de csúszik! Most nem mondod komolyan. Jó, megvan. Jó van, jó lesz ez, oké. Ez a storma, csak bajok lesznek. Nem baj. Eldöntöttem, stormmal csináljuk, tehát... Mert azzal éri meg. Fék. Jó. Jó. Jó van, csak óvatosan, okés. Ügyesen, óvatosan, és motor kikapcs. Üzemanyagot spórolunk. Hú, de nem volt egyszerű ez a izé. Ezt a kargót összeszedni. Hát azért... Nem volt egyszerű. A többi azért majd könnyebb lesz elvileg, ha bedobja őket a rendszer. Nem. Jó. Oké. Gurulunk szépen, guruljunk csak. Menjél kis paripa, guruljál. Kis Stormy. Stormy, az. Vagy Matej Stormy szó. Stormy zod itt a... Az orbitás...
20.000 tonnás, 700 lóerős gépezetet. Na? Lendület megmaradás törvénye? Megmarad még? Jó, megmarad, oké. Oké. Nagyon szépen suhanunk. Tova. Fék. Ne. Pécsáb. Na, bocsánat. Nem sikerült. Nem baj. Akkor is spórolunk. Úgyse nyomhatom itt nagyon a gázt. Itt csak fékezéses művészet van. Jó. Nagyon jók vagyunk. Nagyon szépen suhanunk, és közben szikrákat hány, mert a teteje az hozzáér a plafonhoz, meg az oldalához. Az ilyen bemélyedéseknél. Fék. Ide csúszunk. Jajjaj. Jó van. Túléljük. Minden jó lesz. Minden királyságoság lesz. Jó. Állj meg, Klíci, állj meg. Jó. Kis tolatás. Kis előre menetel. Egy. És mindjárt kint is vagyunk. Főleg, hogyha nem vágom oda az oldalát. Akkor meg nagyon kint vagyunk. Ne! Francba. Ezt a szakaszt, ezt el kéne felejtenem itt. De úgy nagyon. Jó, oké. Minden jó, minden királyság, semmi probléma. Hát mondom, most mondom, hogy semmi probléma, erre basszus bead 16%-ot. Hát mitű van ez? Legalább megéri ezzel szenvedni. Végülis meg, majdnem 40 000-ért. Akkor meg? Na, ennyi. Z-vitamin az ennyire... törékeny? Ennyire töréken egy dolog? Ezek szerint. Jó, most nem merem kikapcsolni már a motort. Inkább legyen egy alapjárat. Hát, hogyha a motorfék segít. Vagy nem. Inkább lassan menjünk, jó? Lassan, de biztosan. Ja, amúgy emögött is szokott lenni szuperkargó. De ahogy nézem, most eddig két szuperkargót felvettem, de most nincs mögötte. Még. Gondolom majd később fogja bedobni. Úgyhogy majd ezt se felejtsük el, hogy majd lehetséges, hogy itt lesz szuperkargó. Nem. Hú. Jó. Megfogtam a lovakat. Mind a 700-at megfogtam. Jó, fék. Nem, nincs csúszás, nem. Egy kis gáz ráadással azért segítünk. Öcsém. De imádom amúgy a játékot, félre ne értsetek, itt vannak a gangsterek. Igen. Hú. Szóval, imádom amúgy ezt a játékot, amúgy szerintem tiszta izgalom. Csak na, azért fárasztó. Ez a masszív koncentráció. Hogy próbálsz nem kicsúszni, nem neki menni semminek. Próbálsz fékezni. Csak elcsúszol. Próbálsz nem átmenni a piros lámpán, de most már úgyis mindegy. Jó. Legalább nincs itt rendőr, úgyhogy az is királyságosság. Messze van még Westwood. Ó, nagyon messze van. Westwood nagyon messze van.
Jaj, 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 nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, jaj, fa! Megfogott a fa, oké, köszönjük meg a fának. Elkapott. Jó, az áru nem sérült, az pozitív. Csak az áru számít, semmi más. Na, azt mondja, kiukad a kerék, nagy kaland, 911. Jó, semmi probléma nincsen. Jó, itt ezt a kanyargós részt, ezt itt túl kell itt élni, és akkor jó lesz. Te ki vagy amúgy? Chris. És vajon te Chris vagy, vagy az alkalmazottja? Jó kérdés, mi? Jó kérdéseket tudok én is föltenni. Hát, majd egyszer úgyis kiderül. Vagy nem. Oké, táblának annyi. Chris, takarodj el az útból! Én nagyon tisztellek meg mindent, de hogyha nem takarodsz el az útból, akkor problémák lesznek. Ha nem engedsz haladni. Na, nem merem megelőzni. Ja, jó, jobb is, hogy nem előztem még meg. Talán most. Jó, most jó. Nem. Hát Chris! Már megint itt vagy? Nem baj. Megelőzek még egyszer. Hát ne lépjél már rá a gázpedálra, hallod-e? Na most, kinek van 700 lóva, neked vagy nekem? Nekem. Na. Úgy, né. Ott, itt hagyjuk, mint a bármit. Nyíl egyenesen fékezek, és kicsúszik. Láttál már ilyet? Na gyere, csak szépen. Na, 415 ezer. Kamion az úgy néz ki, ahogy. Semmi probléma. De nem baj, 415 ezer eurónk már van. Ne. Jó, megfogott a fa. Nagyon jó. Vagy az erdő, vagy mi ez. Ennek csak örülhetünk. Jaj, ne jön Chris. Ne, Chris. Chris, csak téged, ne. Nem akarok veled még egyszer izé. Mi ez? Versenyezni. Attól fény, hogy rám ragadsz. Hogy összeakadnak a záruk. Ezt akkor cseszhetem. Na, illetve amúgy kíváncsi vagyok, igen, hogyha most így felszedtem két szuperkargót, hogy vajon itt ezen az útszakaszon is szokott lenni. Vajon most bedobta-e ide? Nem, ide nem dobta be. De nem dobta be. Akkor... Vajon? Oda se. Akkor vajon majd itt balra. Még van rá esély. Nem jobbra. Csak jobbra az elnéztem a biztonság kedvéért. Nem. Nine. Bocsi. Bocsi, de akkor sem. Mondjuk lehet, hogy itt a bokor mögött van. Már. Sose lehet tudni. Vagy itt jobbra a bokor mögött. Vagy balra itt a bokor mögött. Itt lent. Na, tudod, a Z-vitamin az nagyon törékeny ezek szerint. Nem tudok róla.
Nem tudom, milyen kiszerelésben van az évitabid. Folyékony állapotában, vagy gyógyszerformájában. Vagy gázhalmoz állapotában, nem tudom, tényleg fingom nincs. Most tudom, hogy mire jó az Z-vitamin. De tehát létezik olyan, hogy Z-vitamin? Na, egy. Ja, a Stormal majd fogunk versenyezni, pont itt ránézom a térképre a circuitra. Majd akkor fogunk versenyezni, hogy itt leszek Westwoodba, és azt írja, hogy 5 perc múlva lesz verseny, akkor igen, akkor majd menjünk. De amúgy ráér, az is, az a történet is ráér. Sárga. Bocs. Köszi, gyere. Bocs, de még mindig nem érzem a jobb oldalát a történetnek. Pedig kéne már. Pedig illik. Már érezni. Úgy gyorsan zöld van. Jó, oké. Rendőr is azt mondta, hogy jó van. Belefér. Álljunk már meg. Mert ez már nem fér bele. Na, mindegy. Inkább elengedem. De megérkeztünk. Itt vagyunk Westwoodba. Yeah! Boldogság, meg minden egyébségesség. Jó. Nagyon jó. Nagyon jók vagyunk. Ez az. Tök jó. 425 ezer. De mindjárt leadjuk az árut, és akkor kicsit több lesz. Lesz 450 ezer. Talán. Esetleg. 38 ezer, 1500 minut, 37 ezer, 300, jó. Ja, 462 ezer. Nagyon jó. Nagyon zsír. Titta jó. Titta boldogság. Ez egy használt Volvo 52 ezerért. De az nem kell. Na, akkor szépen irányba állítjuk magunkat. Mert ugye itt Westwood és Mercury között a rövidítésen van Supercargo. Úgyhogy szépen odáig elmegyünk. Szerintem. Ja. Szépen elgurulunk odáig. Hogy biztosra menjünk, jó? És akkor majd ott mentek egyet, meg ott fejezzük be a videót. Fú, nem volt ez egyszerű, de jó, a sivatagban most már elvileg... De most ugye tényleg nem tudom, hogy... Sova dobta be. Esetleg a következő szuperkargót. Majd meglátjuk. De ne csúszál le! Vannak bajok. Mint egy kis szaros... Mi volt az? Minek nevezik? Árok! Kifog rajtunk. És nézd meg, megint túlcsúszok! Nem hiszem el! Már megint csúszok. Nem baj, gyerek jó, nagyon jó. Ügyes vagy. Taps. Inkább most szétszenvedjük magunkat ezen az útszakaszon, mint később. Jaj, gangster! Jaj, bocsánat! Jó, nem akarok neked menni, mert még abból is problémákat szül az egész rendszer. Nem akarom. Rendőrbácsi, minden oké, minden királyságosság. Jó, minden oké, minden királyságosság. Nem tud róla, hogy átmentem a piroson. Hoppá! Freudi elszólás volt. Vagy nem. Na mindegy. Na de mindjárt ott vagyunk, mindjárt. Mindjárt ott vagyunk a szuperkargóknál, elvileg itt 3 is van, sőt, elvileg itt 5-nek kéne lennie. Itt ez így nagyon sűrű szuperkargó szempontjából. Nya. Jó, lassítsunk. Hát itt nincs. Jó, egyelőre nincs. Akkor e mögött a bokor mögött.
sincs. Nem baj, akkor is találni fogok egyet. Valahol. Ott van az egyik, igen. Nem, az nem is az. Hol vannak? Hát már, basszus, már itt már rég kellett volna találnom egyet, minimum. Aj, ne szívasson meg a rendszer. Hát pont amikor itt vagyok, akkor sehol semmi. Direkt szívott. Nem baj, az egyiket megkeressük. Á, itt van, jó. Ágább, az legalább egy megvan. Na és ez micsoda amúgy? River Valley, videókamera. Ez az, tök jó. Akkor majd ezzel fogjuk folytatni, srácok, lányok, jó? Ez a rész most így ennyi. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Én Szoli voltam, legyetek jók, ígyatok sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymásra. És akkor a következő részben folytatjuk szépen tovább a szuper kargókat, mégpedig River Valley-be fogunk legelőször elvinni videókamerát. Tök jó lesz! Na, sziasztok!